Hívjunk segítséget! Mit csinálsz? Mégis csak fura, hogy egy fickó itt akassza föl magát! Az emberkéknek a bizonytalansága, illetve az, hogy hirtelen olyan helyzetbe keverednek, ahol döntéseket kéne hozniuk, ahol tulajdonképpen felelősségteljes, úgynevezett felnőtt emberekként kéne megnyilvánulniuk, és ilyenkor mindenkiről kiderül, hogy tulajdonképpen olyan, mintha gyermek lenne, vagy gyermeki, leblokkol, és csak áll, és közben múlik az idő, és nem tud döntést hozni, mert arra nem számított, hogy valaha is majd egyszer csak önállóan kell megnyilvánulni. Pontosan tudod, hogy nem számíthatsz arra az emberre. Mégis hogyan akarod egyedül fölnevelni ezt a gyereket? Boldog vagyok, és ez erőt ad. Boldog vagy? Igen. Na most talán boldog vagy, mert fölborult a hormonháztartásod a terhesség miatt, de ez elmúlt. Nem tévedsz, a szerelemtől van. Miféle szerelem? Hát Friedrichkel. Friedrich, már megint Friedrich. De egyszerűen még zűrösebb, mint te. Ez az első olyan prózai, effektíve prózai előadásunk, ami a színmű keretein belül megvalósult Keresztes Tamás rendezőnek hála, és nagyon-nagyon lelkes volt, és irdatlanul türelmes, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nagyon sokat dolgoztunk ezzel, rengeteget zenélnek a srácok, nagyon sok készület volt erre az egészre, az átállás próbák. Nekünk még nem voltak átállás próbáink, az nagyon összerántotta az egészet. A szerelem nem elég. Ismételd meg, kérlek. Szeretjük egymást, de ez nem elég. Szeretjük egymást, de ez nem elég? Igen. De hát ez egy baromság. Nem az. De szerintem meg az. Mi hiányzik neked? Nem tudom. Találkoztál valaki? Nem, dehogy. Elhagysz. Úgy vágytam rá, hogy ez valami apokaliptikus végbe torkoljék. Volt egy olyan gondolatom, hogy hirtelen azt kéne érezze a néző, hogy ez már egyszer csak már a túlvilágon vagyunk, hogy egyszer csak már ezek nem is élő emberek, hanem már túlvilági lények, akik mindemellett ugyanúgy gondokkal küszködnek, és ugyanúgy még mindig nem nőttek fel, és még ugyanúgy még mindig képtelenek felelősségteljes döntéseket hozni. Már 15 évvel ezelőtt megmondtam, hogy nem akarok vele élni, mert nincs köztünk szerelem. Meg is értette, megkért, hogy várjak, amíg felnőnek a gyerekek. Most már felnőtt mind a három, nem élnek velünk, úgyhogy végre elválhatunk. És mit szólt ehhez a fény? Megkért, hogy gondolkozzak még. Százszor is megkérdezte, hogy szerintem mi nem működik kettőnk között. Azt feleltem, hogy minek folytassuk, ha egyszer nincs köztünk szerelem. Akkor megkérdezte, hogy miben kellene megnyilvánulni a szerelemnek. Én meg azt feleltem, hogy fogalmam sincs. Hiszen nem lehet leírni valamit, amit nem ismerünk. Hogy tudsz üveggel a kezedben a szememben hazudni, hogy nem iszol? Miért nem mész egyenesen a kocsmába, mint a többiek, és rendelsz egy kevertet, és piálsz, mint a többiek? Az, hogy folyamatosan ugyanaz megy, és ismétlődik, hogy az apa leszokik, aztán újra elkezd inni, és ennek a lúpolódása az vezethet. És hogy az anya meg nem tud lépni, nem tudja otthagyni. Na, az mondjuk segíthetne, hogyha az anya tényleg ott hagyja és elviszi. De hát nem lehet tudni, hogy akkor boldogabb lenne. Lezűlesztik fele barátaikat, és ahogy csak bírják, megrontják a lelkeket. A tetteik célját így nevezik, dicsőség. A mutatványaik láttán én is nevetni akartam, mint a többiek. Idétlen utánzat lett belőle. Fogtam egy élespengélyű kést, és az ajkak találkozásánál behasítottam a húsomat. Egy pillanatig azt hittem, hogy elértem a célomat. Megnéztem a tükörben önkezemmel sebzett számot. Micsoda tévedés! A próba az nagyon szerencsésen alakult abban a tekintetben, hogy ezt fél évig próbáltuk, de nem úgy fél évig, mint egy színházi próbafolyamatban, hogy minden nap bementünk 10-től 2-ig, és nem tudom én, mert ugye ez egy gerilla produkció volt, viszont ennek volt egy ilyen
nagyon felszabadító érzése, hogy nincs bemutató kényszer, és tudunk kísérletezni. Elkezdett egyszer csak vonzani az, hogy nincs semmi, ami megsegítse őket, hogy full fényben megy végig, hogy négy szék van, nincsenek kellékek. Csodálat, papa! Ugyan már, és miért? Hogy van merszed nap mint nap a tükörbe nézni. Ez már önmagában teljesítmény. Jaj, de messzi-messzi Németország! Olvastam, akkor igazából az ütött meg, vagy azért választottam tulajdonképpen ezt az anyagot, mert azt éreztem, hogy tulajdonképpen semmit nem kell ahhoz csinálni, kikacsintani, vagy valamilyen furmányos rendezői módszerrel elérni azt, hogy aktuális, vagy mindenki számára ilyen zsigerileg elhelyezhető, vagy kapcsolható anyag legyen. Tehát pusztán a Brecht anyag olvasásával, vagy azzal, hogy ezt megnézik a nézők, valahogy azt a hatást érjük el, vagy remélem, hogy elérjük, hogy az ember azt érzi, hogy ez itt és most van. És tulajdonképpen ez a drámaiság az egész anyagnak, hogy beért a történelem alá. Melyiket ítéljem el? A zsidót, vagy a munkanélkülit? A háztulajdonost, vagy a részes társa is? Hátsó Pomerániába semmi esete sem megy egy fej. Akkor inkább koncentrációs táborba, de ez így nem megy. Ne nézz rám így fej, hát nem így vagyok a vádlott, hogy döntsek? A bíró, kedves Gol úr, mindig lelkiismerete szerint ítélkezik. Szerintem a legnagyobb probléma ez a fajta félelem, az a fajta egzisztenciális remegés, az életért való, mindenki a saját kis mikroközösségébe való bezárkózás, a hatalomtól való félelem, ami nem is feltétlen most egy vezető hatalma, de a legkisebb közösségekben is valahogy a tekintélyelvűség van jelen, ami mérgezi a kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat, a baráti viszonyokat, a kollegiális viszonyokat, ahol egész egyszerűen sokszor emiatt kiszorul a szakmaiság kérdése, és valahogy mindent a félelem és ez a fajta reszketés, remegés az, ami motivál és visz előre. Kitűzzem a vaskeresztemet? Azt mindenképp. De az iskolában semmi bajuk veled, ugye? Mit tudom én, hogy mi bajuk van velem? Hát tanítok én mindent, amit tanítani kell, de honnan tudjam, hogy mit kell tanítani? Honnan tudjam, hogy szerintük most Bismarck nagy ember volt, vagy nem volt nagy ember, amikor még az idei tankönyveket sem voltak képesek kiadni? Én szeretném volna reagálni ezekre mai szemmel, vagy mai nyelv, vagy mi nyelvünkön szeretem volna reagálni, és így megkértem Fekete Ádámot, hogy írjon verseket, nyilván az adott jelenetekhez, viszont az adott, nem nyilván, de hogy ez volt a cél, hogy egy-egy jelenetre legyen egy reflexió, és aztán azt a csapat megzenésítette.